Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, csütörtök van, és már majdnem, hogy megszokhatták, hogy csütörtökönként nem csak kormányinfó van Lázár Jánossal, hanem korrupcióinfó Hatházi Ákossal, aki a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét. Időről időre elhangzott itt, és hétről hétre. Az ön szájából az Egyenes Beszédben az, hogy hát hétről hétre megdöbben, hogy innen is eltűntek a pénzek, onnan is, de hogy amikor a legrászorultabbaktól lopja el valaki nagy valószínűséggel a pénzt, na hát akkor az tényleg bicska nyitogató. Most, amikor olvastam még csak a meghívót tegnap a mai sajtótájékoztatójára, amin már ugye fel volt tüntetve, hogy a gyermek szegénységet megszüntetni hivatott pénzek is kézen közön nagy valószínűséggel eltűnnek, hát arra gondoltam, hogy most nem tudom hány bicskája van, de valószínű mind kinyílt. Jól gondoltam? Igen, sok olyan programot találtunk, amelyik a szegények jogán, vagy a szegények ürügyén lop el pénzeket, meg beszéltünk már olyanról, amikor a gyerekek jogán nem olyan régen volt, amikor a gyereküdültetés ürügyén vittek el pénzeket, na most itt ez a kettő együtt van, gyerek szegénység felszámolását hivatott ez a 11 milliárd forint segíteni. Három projektről van szó, ebből kettőt ugyanúgy hívnak, úgy hívják, hogy integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére, illetve a harmadik pedig úgy szól, hogy integrált helyi programok, meg gyerekesélyprogram országos kiterjesztésének szakmai, módszertani megalapozása és a program kísérése, ez is 1,86 milliárd forint. Tehát ez nem maga úgy a program, hogy gyermekeknek szóló oktatás, nem tudom micsoda, sport, egészségügyi, megelőző, aztán ingyen tankönyv, tehát nem arról szól, hanem valakik nagyon okosak, más kevésbé okosakat, annak reményében, hogy ők is nagyon okosak lesznek, felkészítenek arra, 11 milliárdért, hogy mit kezdjenek a gyermekszegénységgel? Hát igen, különböző ürügyek vannak. Én úgy szoktam mindig mondani, nagyon fontos, hogy az emberek értsék a milliárdokat, és ennél az ilyen programnál ezt úgy lehetne mondani, 11 ezer szegény sorsú gyermek kaphatott volna 1 millió forintos ösztöndíjat, amelyik egy egyetem elvégzését lehetővé teszi, vagy egy középiskola elvégzését teszi lehetővé, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokan azért nem tudják ezt vállalni, mert valami pénzre van szükség, dolgozni mennek el helyette, de ha máshogy számolok, akkor pedig úgy kell számolni, hogy 11 milliárd forintból 110 ezer gyermek, vagy annak családja kaphatott volna taníttatási segélyezést 100 ezer forint értékben. Ezek hatalmas pénzek, ennek ellenére gyakorlatilag nem lát semmit ebből a programból. Én, amikor ezeket nem kezdtem el keresgélni, soha nem is hallottam róla. Ilyenkor de ugye azt teszi... Dolog, azt teszi, tényleg semmit nem lehet tudni? Az történt itt, hogy elvileg ilyen térségi, kistérségi gyerekesélyi programok történtek. Amikor én szúró próbaszerűen megnézem, hogy ezeket mire költötték, milyen közbeszerzéseket találok, akkor pedig egészen elképesztő dolgokat találok. Az biztos azt lehet állítani, hogy olyan kamu célokkal, érthetetlen célokkal, nagyon túlárazott és alibi közbeszerzésekkel budapesti cégeket bíztak meg különböző feladatokra. Ezeket szoktuk sorolni, és most is lehet sorolni azt, hogy milyen feladatokra. Például van egy Kadarkút Nagybajomi Kistérség Gyermekeiért című programban, ez a Fantázia név, egy olyan közbeszerzéssel, ahol megint csak egyetlen ajánlatból választottak, egy budapesti céget bíztak meg arra, hogy rendezvényt szervezzenek. És amikor megnézem a közbeszerzést, milyen? Hogy milyen rendezvényt kellett szervezni, összesen 15.078.275 forintra satszolták a közbeszerzés elején, és kaptak is 15.074.800 forintért ajánlatot rendezvény szervezésre, és elképesztő, ha nem hiszik, mondom, nézzék meg a korrupcióinfo.hu oldalon a dokumentumokat, ezért a 15 millió forintért kommunikációs tervet kellett készíteni, iskola nyitó és nyárnyitó rendezvényt kellett szervezni, kistérségi gyerekesély bizottságok üléseit kellett levonyolítani 8 alkalommal, és a kötelezően előírt nyilvánosságot kellett elvégezni, amit ugye megint csak mit csinálunk. Kommunikációs mit? Kommunikációs tervet kellett ehhez ezt mit csinálunk? Kinek? Most?
Hát, mi a kommunikáció részét visszük, igen, a népszerűsítés, de ők csak tervet. Ők egy tervet kellett, és valakinek. Oké, cég, de kinek csinálja az a cég ilyenkor? Hát a kistérség, aki őt megbízza, hogy erről a programról kommunikáljon, és ugye elmosoljuk ezeket a dolgokat. Nem 15 is kommunikál, millió, tervet készít tervet róla. Kell, így van, tervet kell készíteni. 15 millió forint, ez azt jelenti, hogy 15 gyermek abban a kistérségben elmehetett volna egyetemre olyan fiatal vagy főiskolára, aki azért nem ment el, mert nem tudott. Ha nézzük tovább Jánoshalma kistérség. Összesen 22 millió forintot költött el, itt ugye képzésekre, ezért viszont összesen körülbelül 400 órát adott, az azt jelenti, hogy 45 ezer forintot kapott óránként a képzésekre, 45 ezer forintot olyan képzésre, hogy szervezetfejlesztési együttműködést fejlesztő tréning. Két Na ez csoportnak. Még egyszer szervezetfejlesztés? Igen, ez olyan szervezetfejlesztési együttműködést fejlesztő tréninget tartottak Jánoshalmán két csoportnak 30 órában. A másik változásmenedzsment tréning a gyermekszegénység leküzdésére két csoportnak szintén 30 órában. De még mindig nem értem, most van két budapesti cég. Ez már igen. És akkor ezek a budapesti cégek, erre, amiket most sorol, erre megnyerték a közbeszerzést? Nem, a közbeszerzést igen. Tehát a kistérség megnyerte a pénzt. Igen, és megbízták ezeket a cégeket, hogy akkor a pénzt hát költsék el, tehát hogy ne, vagyis hát a programot biztosítsák, tehát nyújtsanak valamit, ők pedig, képzéseket. Itt most ők pedig fizetnek. Na de amikor jött ez a két budapesti cég, nem tudom hány szakemberrel, és még csak is találtam az felolvasottakból, hogy milyen képzettségű szakemberek jöttek Budapestről a kistérségekbe, és ott ezeket Kinek tartották? Hát ez a kérdés, ezt kellene ugye nyomozni, ez kell ugye a mi feljelentések alapján, mert nagyon sok hasonlóról beszéltünk már, meg kell nézni, hogy ezt megtartották-e valójában. De ha meg is tartott, kinek? Tehát lemegy egy budapesti cég, igen. Nem tudom ki, Borsodban, Szerencsre, akárhova, és tart változásmenedzsment tréninget. És a gyermekszegénység leküzdése céljából. De kinek? Hát ezt nem tudom. Olyannak, aki a térségbe, csak értetlenkedek, és ezt megpróbálom most hangosan, hogy értetlenkedjen velem, vagy adjon néha valami kapaszkodót, hogy hol keressük a választ. Tehát, hogy van valaki a kistérségben, aki nyilván ebben a szövetkezetben, vagy nem tudom miben, azért küzd, hogy csökkenjen a gyermekszegénység. Nyer ilyen uniós pénzt. Megbízza a budapesti céget. Lejön a budapesti cég, és akkor azoknak tartanak ilyen képzést, akik azért küzdenek a kistérségben, hogy csökkenjen a gyermekszegénység? Elméletileg ilyenkor talán ezért, de nehezen érthető. Ami, ugye mindig elmondom, ami ilyenkor fontos, hogy egyáltalán hogy kerül oda az a budapesti cég? Mert ezt a pénzt, ezt az Európai Uniótól kapja az ország, és a minisztérium, ugye Köpeci Bócz Tamás, aki ugye leváltottak többek között, én azt mondom, hogy ilyen történetek miatt, ő kiosztja ezeket a pénzeket, ezek a kistérségek megkapják azért, hogy majd a gyermekszegénységet csökkentik, és ők meghívnak egy budapesti céget, tehát amikor közbeszerzésről van szó, csinálhatnák azt, hogy kihirdetik interneten, hogy gyertek és tartsatok képzést, de ők meghívnak budapesti cégeket. Ez nem történhet meg máshogy, hogy ezt előre megbeszélik. Ez is egy nagyon fontos dolog. Én attól tartok, hogy ezeket a képzéseket nem tartják meg, ugyanúgy, mint például egy másik példát, hogy hagyd mondjak, Csengeri Kistérség Gyermekesély Program megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás. Itt is megsatszolták, hogy az elején, hogy 21 millió 200 ezer forintba fog ez kerülni, valóságban 21 millió 240 ezer forint, minőségbiztosítással. Mindig jól eltalálják. Minőségbiztosítással bízták meg szintén egy budapesti beruházás szervező KFT-t, és azt mondja, leírja, hogy mit kell csinálni ezért. Először is gyerekesély stratégiát kell kidolgozni. És ennek mi köze a minőségbiztosításhoz? Ezt én sem tudom. Helyi adottságokat, prioritásokat figyelembe vevő és a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének javítását célzó tevékenységekre vonatkozó hosszú távú stratégiát kell Csengeren kidolgozni. Utána azt mondja, hogy meg kell alapozni a gyermekesély cselekvési programot, és utána azt mondja, hogy a legyen jobb a gyermekeknek nemzeti stratégia alapelveihez, célkitűzéseihez való illeszkedés biztosítása. Tudja, hogyha gyerekekről van szó, akkor én őszintén remélem, hogy a nézők is elnézik nekem, hogy egyszerűen nem tudok, és nem is akarok tárgyilagos lenni, hanem igenis kifejezem az érzéseimet. Vérlázító. Tehát
lehet, hogy megtartották, sőt, én nagyon-nagyon jó indulatú vagyok, ezeket a képzéseket mind megtartották. De nézett már valaki egy éhes kisgyerek szemébe? Vagy annak a kisgyereknek, akinek soha nem lesz olyan játéka, mint az iskolában egy osztálytársának? Vagy nézett már valaki egy olyan gyereknek a szemébe, aki azért nem megy iskolába, mert nincs téli cipője, és nem jut el az iskolába. És kommunikációs tréning, sőt, terv, meg menedzsment, meg nem tudom, biztos megtartották, biztos nagyon jó szakemberek, én jobb indulatú vagyok önnél most ez esetben, csak mi köze a szegénység felszámolásához? Semmi. Tehát itt azt mondjuk, hogy maga a kiírás már gyakorlatilag a hűtlen kezelés. Általában, amikor megtesszük a följelentést, akkor azt szokta erre mondani az ügyészség, hogy hűtlen kezelésről szó sem lehet, azért, mivel a kiírások azok kormányhatározatnak felelnek meg. Föl sem merül az ügyészségben, hogy a kormányhatározat eleve így költötték el. Én azt mondom, hogyha egy fölösleges dologra írnak ki pályázatot, az már maga a hűtlen kezelés. Például, hogyha a kormányzati ellenőrzési hivatal, mostanában egyébként nem nagyon halljuk a nevét, hogy nagyon jeleskedne a kormányzati ellenőrzési hivatal, nem tudom, tényleg nem is volt mostanában ez téma, hogyha ő egy periszkópot épít a háza tetejére, az már egy olyan kiírás, amelyik fölösleges, és teljesen mindegy, hogy mennyit fizettek, az már egy hűtlen kezelés. Csengeren, aki ugye előbb a minőségbiztosítást csinálta, még adtak 14,2 millió forintot szupervízióra. Nem csak minőségbiztosításra, hanem szupervízióra, és amikor elolvasom, leírja a közbeszerzési kiírás, amikor azt mondja, hogy a szupervízió olyan tanácsadási folyamat, ami a személyes hatékonyság növelését a szakmai helyzetekre fókuszálva éri el, az alábbiak szerint a folyamat kiinduló pontja mindig a személyes tapasztalat és az átélt szakmai szituáció, és a módszer abban segíti a szupervíziáltat, hogy a szakmai személyiség önazonosságának megtartása mellett nyitottá váljon az önreflexióra, a saját helyzetből való tanulásra, és rugalmasabban reagáljon szakmai szituációkra. Gyerekszegénységről beszélünk, nem igaz, hogy nincsen, van. Tessék elmenni azokba a falvakba, én is eljutok, amikor dolgoznom kell bizonyos falvakba. Tessék megnézni azokat a gyerekeket, 11 milliárd forintról van szó, még egyszer mondom, 110 000 családban lehetett volna 100 000 forintos tanítatási segélyt ezeknek a gyerekeknek segíteni. Ehelyett lett szupervizionált lópikula cintányér, nem tudom, mi megjegyezni, nem tudom ezeket. Van a legvége egy olyan, amikor babacsomagkutatás, 21 ez millió forint. Ez a pelenka kutatás? Arról kellett 21 millió forint. El sem mondom, hogy kinek, mert az már egészen vérrázító, ezt nem fogom elmondani. Aki akar megnézni a korrupció. Nézzék meg a korrupcióinfo.hu-n, ott lesz a link. 21 millió forintért. Az még lehet egyébként, hogy olyan helyre megy, ami még esetleg hasznos is lehet. 21 millió forintért egy kutatást kellett végezni, hogy az újszülötteknek odaadható segélyek, babacsomagok, tehát amikor jön egy baba, azokban mi legyen. Tehát azok mi álljon is. Ez 21 millió forintra. Hát az enyém befektíve reklámújság volt, szórólapok, jó termék minták is, de az egyik mindegy, hogy melyik cég, mivel hát le kellett írnom, hogy igen, átvettem a baba csomagot, és hát gyanútlanul lakcímmel kellett aláírni, hogy átvettem. Egy napja voltunk otthon a gyerekkel, és azonnal jelentkezett az a cég, igen, hogy akkor kis ajándékot is hoznának, ha esetleg még ezt és azt is kötnék. Viszont hogyan nekem valamit, hogy mit szól ehhez a Voldemortos történethez? Az előbb ugye Köpeci Bócz Tamásnak a nevét említette. Nekem azért voltak olyan ismerős szövegek a 168 óra írásában, hogy a szövetkezetek, kommunikációs tanácsadás, informatikai, mit tudom én, óra, adás, 100 000 forintért óránként, tehát ilyenekről ön hónapok óta beszél itt nekünk. Igen, itt folyamatosan, tehát számomra újdonságot nem jelentett, itt annyi volt az újdonság, hogy ilyen stiklis embereket lehallgattak adócsalás gyanújával, és véletlenül belefutottak ebbe az Európai Uniós csalásba, semmi másról nem szól, szociális szövetkezetekről szól, ilyenekről is beszéltünk már sokról, hogy hogyan alakítanak ilyeneket azért, hogy uniós pénzeket eltegyenek, csak itt ugye egy politikus nagyon erősen benne van. Hétről hétre bemutatok az ügyeket. Az eddigi tanúvallomások alapján, amit a 168 óra között. Igen, igen. Hétről hétre bemutatunk ilyen ügyeket. Én azt mondom, hogy nem kellenek lehallgatások sem. Ha valaki megnézi ezeket a beszerzéseket és ezeket az adatokat, akkor látja, hogy itt valami nem tiszta. Az Európai Uniós pénzek
eljátszása, az pedig nem mondható más, hogy nem írható le, mint azzal, hogy Magyarország történetének egyik legnagyobb szabású bűncselekmény sorozata. Nagyon fontos mellékhírre egyébként hadd hívjam fel a figyelmet, mert ma a sajtótájékoztatón is ezt elmondtuk. Két napja a hvg.hu oldalon jelent meg, hogy az Európai Uniós pénzek kifizetése gyakorlatilag leállt. Nekem is egy páciensem, tegnap oltottam egy páciensem, és kérdezte, hogy miért nem jönnek a gépi, ők is adtak be egy pályázatot. Azért nem, mert nem tudják fölállítani, nem tudják fölállítani azt a 3000 fős köztisztviselői kart, amelyik ellenőrizni. Tudnilik ezeket a projekteket eddig szintén azok a cégek, azok a budapesti tanácsadó cégek ellenőrizték nagyon sok pénzért, akik ő maguk is ezekben a workshopokban, oktatásokban részt vesznek. Ezt az Európai Uniónak nem tetszett, azt mondta, hogy csináljatok mást. A miniszter most is egyébként azt mondja, hogy nem is tagadják ezt a Voldemartos ügyet, hanem azt mondják, hogy ezentúl minden másod lesz, felveszünk 3000 köztisztviselőt, és majd azok ellenőrzik, csak hogy nincsen. A 3000-ből 600 jelentkezett, pedig a fizetésüket megduplázták volna. Nagyon jól tudják, ők nagyon jól tudják, és amikor azt kérdezik, hogy van-e az én munkámnak eredménye, azt mondom, hogy a köztisztviselők azok látják, hogy miről szól, nagyon jól tudják, ha ők bemennek egy ilyen buliba, hogyha ők ezentúl mindent megcsinálnak és ellenőriznek, őket ki fogják rúgni két hónap múlva. Ha viszont nem ellenőriznek, akkor viszont pár év múlva ez büntető jogilag ez nagyon problémás. Mindenesetre ez most a jövő, hogy találnak ennyi embert, és most például nem találnak, de hogy ebből a Voldemort nagyúr és a pénzfalók című történetből lesz-e eljárás, azért nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon komolyan, holnap is erről lesz szó, mint ahogy ma még hagy mondjam el a sajtótájékoztatónak a harmadik témáját, az pedig az volt, hogy a kormány a korrupció ellen tevő embereket azzal akarja akadályozni, hogy nem engedi meg őket szavazni. A külföldön dolgozó magyarok, akik a korrupció miatt kellett, hogy elmenjenek, nem szavazhatnak, mindent meg fogunk tenni, hogy ez ne így legyen. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.